Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszönjük a színészeknek, akik tehetségüket kölcsönözték, és a Magyar Változat valamennyi munkatársának alázatos munkáját. Ezt a Sok űhó semmiért című film magyar változatának elején hallottam. Egyik legnagyobb film és szinkron élményem a mai napig. Nem is gondolja az átlagnéző, hogy egy-egy magyar szinkron mögött micsoda komoly munka van. Ahhoz, hogy a színészek hangjukat kölcsönözzék egy filmszerephez, vagy épp narrációhoz, meg annyi dolognak kell összeállnia. A technikai feltételek mellett, amit az adott stúdió biztosít, kell egy jól megírt magyar szöveg. Ezt a dramaturg hivatott létrehozni, ami nem könnyű feladat, hiszen nem csak a lefordítandó nyelvet kell tudni, de a magyar nyelv kiváló ismerete is szükséges hozzá. Kell egy vágyfülű hangmérnök és vágó, és nem utolsó sorban egy rendező. Elengedhetetlenül szükséges a jó gyártásvezető, hiszen az ő munkája biztosítja a munkafolyamat olajozott működését, ezáltal a rendező, a hangmérnök és a színész 100%-ban a saját dolgára tud koncentrálni. Műsorunkban szeretnénk a magyar szinkront kicsit közelebb hozni a nézőkhöz és bemutatni, hogyan indult el útján a magyar szinkronizálás. Terítéken lesznek kultikus sorozatok a múltból és a jelenből, nagy mozifilmek és akár kisebb hírverést kapó filmek is. Megismertetjük nézőinkkel a magyar hangokat, a stábokat és a munkafolyamatot. Mert nem mindegy, hogy... A nevem Bond. James Bond. Vagy... A nevem Bond. James Bond. Ez a magyar változat. Csengetett, milord? Rang, milord! Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Nem titkolt szándékkal azért ülünk itt, hogy közelebb hozzuk egy kicsit a nézőket a szinkronhoz, amolyan backstage hangulatot szeretnénk csinálni. Kezdetnek egy olyan művet választottunk, egy olyan alkotást, ami ugyan a múltba nyúlik vissza, de korosztályon átívelő sikere volt, van és talán lesz is. Ez pedig a Csengetett Milord. Most pedig nézzünk meg ebből a remek sorozatból egy részletet. Mielőtt betöltené, szeretném, ha megértenénk egymást. Maga meg én mindig megértettük egymást, de látom, Stokes-szal is megértik egymást. Hát kérdem én, megértjük mi még egymást? Csak egy kis teját iszom. Meggyespitét nem kértem. Látta volna, mivel kínált a hölgy a 14-ben. Te mondod, vagy én? Én nem. Te! Ha netán nem tudnák, jó ideje kitüntető figyelmet szentelek Mrs. Liptonnak, illetve hát... hogy úgy mondjam, Blanche-nak. És a mai napon azzal tiszteltem meg, hogy feleségül kértem. És én kimondtam az igen. Hogy képzeled? Holnap akarom megrendelni a téli ruhatáramat. Te nem készülsz? Mire készüljek? Megyünk a Szabóthoz. Megbeszéltük. Nem emlékszel? De. Nem mehetek. Nem jöhetsz? Miért nem? A papa letiltotta minden számlámat, mert takarékoskodni akar. Főleg rajtam. Ugye nem haragszik? Picit kacérkodtam magával. Én már csak ilyen vagyok. Nem féltékeny? Látok. Összeiratkozzunk? Nem is. Tudod mit? Wilson kapitány 2 hét múlva tartja az esküvőjét Mrs. Liptonnal. Kérd meg őket, hogy lehessen 2-ös esküvő. Hogy mi? Micsoda? Hogy én a lányod esküdjek együtt egy rendőrrel és egy szakácsnővel? Futó ötlet volt. És hát köszöntöm a stúdióban Miss Poppy megformálóját, Zsúrs Katit. Sziasztok! Wilson kapitány Meregi Péter. Üdvözlöm. És hát a szinkron rendezőjét, Tamasevics Zorkát. Üdvözlöm. Szép napot! Hát akkor mindenkit szeretem. Ezután a szép felütés után. Igen. Isteni. Tudtátok-e, hogy ennek a sorozatnak ekkora nagy sikere lesz Magyarországon?
mikor elkezdtétek csinálni? Én nem tudtam, mert előtte is csináltam alánevetős filmeket, és amikor megtudtam, hogy ez is az, akkor egyáltalán nem is örültem neki. Mert nagyon nehéz műfaj ezt magyarra átfordítani. Mert ugye a magyar poénok máshova esnek esetleg, nem lehetett megoldani akkor még az eredeti nevetés használatát, mert nem küldtek hozzá hangsávot. És amit mi vettünk föl, az pedig vagy túl volt nevetve, vagy alul, tehát egyáltalán nem passzolt a poénokhoz, és akkor végül azt csináltuk, hogy fölvettünk 140 darab különféle hosszúságú nevetést, ahol férfiak kezdték, ugye, milyen a poén, ahol nők kezdték, és akkor leintettük, amikor már, hogy csendben elhaljon, és ne az olló vágja el a végét, és akkor ezt alákevertettük. De ezek szerint még a nevetés is míves volt. Hogy? Mert most azt halljuk ezeknél az alánevetősöknél, hogy mindig egyformán hallom, hogy ugyanazt a nevetést vágják be. De ezt nem tudtam, hogy még a nevetést is ilyen mívesen csinál. Kérdés úgy szólt, hogy számítottunk-e arra, hogy ilyen siker lesz. Erre senki nem számított. Sőt, azon a bőrzén, ahol ez a film eladásra került, ott sem számított rá senki, csak a színektár. Szóval mondták is neki, hogy ezt a szart veszed meg, már bocsánat. Hát azt hiszem, hogy nem tudom már hány éve vettük ezt, 20 hát azt 15. mondják a lányok, hogy 92-ben kezdtük csinálni, 92. de 2006-ban fejeztük és be. És a mai napig megy. Igen. A feleségemet nem tudom elrángatni a televízió előtt, szóval elképesztő. Pedig Angliában ennek nem volt nagy sikere. Igen, ez ott kint egy paródiája volt valaminek, és akkor valahogy ezt nem vették. Tehát valahogy önmagukon úgy látszik, nem tudtak pedig, úgy neve. Pedig ez fantasztikus pofon az arisztokráciának. Hát nyilván arra készült az egész, az alap pillanata minden. Egyébként őrült vagyok, van bennem rendszer ez ügyben. Tudnék, sok minden eszembe jut. Én, hogy mondjam, ilyen szabad helyzetekben ritkán kerül az ember, hogy a kollégáival mondjuk éjjel fél egykor megy haza, úgy válunk el, mert általában este 10 után forgattunk, és azt mondhattunk otthon, amit akarunk, hogy meddig tartott. Szóval sikernek ez is egy záloga, úgyhogy emlékszem, hogy a Hollósi Brücivel hányszor találtam haza. Szóval, Ezt mi nem tudtuk. És még egy sikerügyben, hát a Zorka olyan, mint a Keleti Márton, nagy filmrendező volt, akinek az volt a legnagyobb érdeme, hogy tudott szerepet osztani, de a mellettem ülő drága hölgynek az édesanyja is ezzel ért el, azt hiszem, többek között a sikert, hogy nagyon jó tudott szereposztani. Már a szereposztás, jó szereposztás, az fél siker, így van? Köszönjük szépen. Ez így van. Angol humor. Biztosan nem könnyű angol humort szinkronizálni, fordítani, megcsinálni úgy, hogy ez üssön. Ez mennyire önnek a humorhoz nagyon sok köze van. Egy pillanat csak, hogy rám nézett, és ennek örülök egyébként, csak épp azt kérdeztem itt a felvétel előtt a Zorkától, hogy kik fordították, vagy ki fordította, mert az fontos. És el is mondom, hogy Takács Ágnes és Frigyes Katalin. Az utolsó hat rész Frigyes Katalin, akik ezt nagyon értették, nagyon jó angolosok is voltak, de még jobb magyarosok mind a ketten, és ez fontos szempont. Én pont ezt akartam mondani, hogy szerintem azért is lehetett ilyen sikere, vagy legalábbis az én tudományom szerint, mert a magyar szinkron borzalmasan sokat hozzátett. Ez igaz. Igen. És ennek ugye a szöveg méltán lényege. Nyilván. Hogy hogyan fordítják le, vagy hogy... Azért azt hozzátenném ez a fordításos dologhoz, hogy sok olyan barátom volt, illetve van is, akik fordítással foglalkoznak. És volt köztük egy, a Gáli József, aki nagyon jól fordított németből. Viszont nem tudott összerakni rendesen egy német mondatot. Én ezen hangosan elkezdtem röhögni, és aztán azt mondta, hogy te csacsi, igazából magyarul kell jól tudni. Pontosan. És ez igaz, és ezek a lányok, ezek jól tudtak magyarul, tehát át tudták tenni tökéletesen. Tudjuk, azt az ember érzi a figurák
arcán, helyzetén, mint tehát... Hogy azt magyarul nem mondhatja, amit egyébként angolul igen, mond. Igen, van arra igen, egy jobb magyar. Igen, igen, igen. És nem csalunk ezzel, hanem a lényegre igen, tapintunk rá. És mégis átjött még az angol humor része is, tehát hogy azért az maradt. Nagyon lehetett az eredeti, és azért ezt hozzáteszünk. Szerintem, mint ahogy az egész sorozat nagyon színvonalasan volt megcsinálva. És a szöveg is. És hát ez nem az abszurd angol humor, mert az egy más... Igen. Igen. Terület, az nehezebb szerintem, meg azt nem mindig értjük, azt a bizonyos furcsa, abszurd angol humort. Mondjuk én imádom, de... Ebben én is, de ebben de kevesebb a furcsa. Ebben kevesebb ez a furcsa. Ez azért egy életszerű. Ez egy olyan stílus paródia, ami hát elképesztő. Ez is míves, az alapanyaga is. Hát abszolút. Igen. És ott bujkál minden mondatban a szexualitás. Mm. Mindenki valamerre elszaladt. A két lány külön utakon járt, ugye? Igen. Az apuka az a másik család, illetve a másik arisztokrata feleségével próbálkozott, Teddy bácsiról tudjuk, mely társadalmi osztály. Egy színvonalas szappanapera. Szagú lányokat, cselédlányokat szeretném. Szerintem őrület teljesen. Annyira romlott volt a Teddy, hogy csak a tiszta lányokat szeretném. Az Orkától idézek is, mert nagyon tetszett ez a középkorú emberek szerelmi élete. Igen, ez lényeges, hogy a két lányon kívül tulajdonképpen itt mindenki, hát nemhogy középkorú, inkább idősebb. Igen, igen. Tehát az idősek csinálják azt, amit fiatalok szoktak. És ez is ad neki egy bájt. Igen. És ezért volt nagyszerű benne a Gyimesi Pálma, az édes Pálma, aki hát szintén kergeti Dolby kapitányt, ugye? És akkor az de idősebbek. És nagyon kerget. Jó volt idősebbeket dolgozni. Nem volt könnyű, de attól még nagyon jó volt. És egy kis kulisszatitkot, hogyha lehet, hogy ugye a manapság, amikor szinkronizálunk, akkor egyedül állunk a mikrofon mögött. Ez a legfontosabb. És a legszörnyebb. Azért mentek haza ilyet hajnalban, mert este 10 után már nem játszottak ezek a színészek. Igen, most igen. Az első, akit mindig időben elengedtünk, az a Bakó Márta volt, mert ő már akkor is betöltötte jócskán a 80-at. De jól milyen tudom, jó volt. Hát az ő poénjait várta mindenki. Hát ott állt lesben a pász. Pásztor Erzsé, a Hámor és mindenki ott volt. Mikor fog valamit mondani a Márta? És Mártát mindig előre vettük, hogy taxit hívtunk, hogy korábban tudjon hazamenni, mint a többiek, és hát ott voltunk éjjel egyik sokszor. De jó. Persze, csak akkor értetek rá együtt. Igen, igen. Mégül hazavieti a krumpliért, nekem nagyon jó lesz. Mert... Az jó lesz. Én gyakran vittem haza a Mártát, mert egy környéken laktunk, úgyhogy én ebből ismertem meg közelebbről. Nagyon, hát, nagyszerű, fantasztikus nagyszerű. Történeteket mesélt a kocsiban, amikor éjjel mentünk haza, felvittem. Tehát akkor még a forgatásról magáról is jó emlékeitek, hát annak meg jó volt a hangulás. Fantasztikus volt, fantasztikus volt. Tényleg ott színház után összejöttünk, alig vártuk, igen. Yeah. Igen. És akkor egyszerre álltatok a mikrofonnál. És egyszer. És ott, emlékszem, olyan ilyen bőrülések voltak ott a stúdió hátában. Igen, nagyon emlékszem, mert néha már aludtunk, már nem tudtuk. És akkor ott volt mindenki. Ott volt mindenki. Oh. És leghátul ült mindig a Hámori és a Pásztor, és ott rosszalkodtak. Behallatszott a felvételbe. Igen. És rájuk kellett szólni. Igen. És hogy tartottál rendben ezek között? Zorka szigorú volt. Szigorú vagyok. Ugye? Ő nagyon szigorú vagyok. És ez a testesült? Nincs belebeszélés. Amikor a Zorka beleszól a mikrofonban, nagyon keményen. És elnémult a csapat. Szerencsére én ezt sose hallottam. És neked volt segítséged, a rendezőasszisztens akkor még volt? Persze. Győrvári Judit volt a rendezőasszisztensünk, Zombori László volt a hangmérnök, és szegény Talpas Iván vágó próbálta meg helyre pofozni, mert nem sikerült mindig azért ezt úgy felvenni, viszont ha nagyon jóség, nagyon poénosra jött ki a felvétel, akkor úgy hagytuk, de akkor Ivánunk megvágta az derekasan. Jó néhányszor kellett ismételni, amikor a poént mondón kívül még hatal rögtünk benne. Ez volt, főleg Mártánál, de máskor is. Nagyon vígan voltunk. Meg arra is nagyon emlékszem, hogy olyan gyönyörű ruhák, meg tárgyak vannak a filmben, hogy néha mondtuk, hogy itt most álljunk meg egy pillanat, hadd nézzük meg közelről, mert gyönyörű anyagból, meg minden. Arra nagyon emlékszem. Mennyi idő volt akkor a szinkronra?
Hát akkor olyan, hát annyi volt, amennyi kellett rá, de ilyen 4 vagy 6 órás műszakokban dolgoztunk. Tehát, hogyha el tudtuk kezdeni mondjuk este 8-kor azokkal, akik nem játszottak, akkor ott voltunk éjfélig. Azt a mindenit. Vagy 6-kor, vagy hát napközben nem nagyon tudtunk találkozni. Én is mindig csak éjjelre emlékszem. Igen. Ezt nem is és akkor, ha 10-re jött a csapat, akkor jó, ha egyik kibírtuk, és akkor abba kellett hagyni, mert akkor nem volt köszönet a munkában. Én általában Fricivel mentem haza, és akkor mindig az volt, hogy na, ma megint velünk söpörték ki az épületet. Drága Fici. Édesapa. És visszatérve, bocsánat az előzőre, most meg kell említenem, eszembe jutott és megérdemli, hogy megemlítsem a Petrik Jóskát, aki nagyon jó rendező volt, ezt kevesen tudták, a Dériné Színházban rendezett. És mindig arról próbált minket meggyőzni, hogy a szerencsétlen nem az a fontos, amit te mondasz, tanuld meg, hanem amik a másik, mert csak arra tudsz jól reagálni. Na ez az, hogyha egyedül állsz a stúdióban, nincs kire reagálni, mert egyszerűen nem is hallott, hogy mit mondott, vagy nem is értem angolból, hogy ez borzasztó. Ez valamilyen olyan szörnyű módon tönkretette ezt az egészet, a jelenlétünket. Én utálok ezt, ez borzasztó. És akkor ez hiába kérdezed meg, hogy mit mondott, és hallom időnként, hogy csak annyit mondott a srác, hogy igen. De ezt körülbelül 15 féleképpen lehet mondani, hogy igen, hogy beleegyeztél, vagy ugyan már, vagy nem csoda, hogy nem jó. Itt a tempó, ugye így gyorsabb, igen. És ez elvitte a lényegről. Meg a digitalizálás. Igen. Hát meg az is, hogy nem csinálunk próbákat, hanem egyből vesszük, ami néha jó, mert hogyha elkapja a figurát, akkor az jó. Lehet jó. De hogyha nem, vagy hogyha csak félig, vagy csak egy kicsit, vagy de éppen hogy csak. Úgyhogy ez nagyon rosszat tesz, mert nem értelmezik a mondatokat. Hát itt erről szó nem volt, mert itt mindent bepróbáltunk, és aztán volt próba idő. Volt felvétel előtt? Hogy egy legalább. Egy. És volt meg néha, hogy ezt hadd nézzem meg még egyszer, mit csinált, mert annyira nevettek a többiek, hogy nem hallottam. Akkor nem volt füles, tehát ez meg a fülestelen időszak volt. Tehát csak képre, kizárólag csak képre. Tehát megnéztük hanggal, aztán levették, akkor próbáltunk egyet hang nélkül, és aztán fölvettük. Tehát, és volt idő például arra, hogy te megnézd előtte? Hát, anélkül vagy egy lépés sem. Hát igen, de hogy többször, mint manapság nem is ez egyszer történik. Ajaj. És elmeséld a színészeknek, hogy ő kicsoda, hogy mi, körülbelül milyen karakter. Tudni akarták. Ők is kíváncsiak voltak, ma már nem. De ők is kíváncsiak voltak. Sőt, kifejezetten zavaró. Volt ilyen. Igen. Nem magyarázzak, hanem nem együtt. Én mondták, igen. Na jó, már vegyük. És persze, sőt, volt olyan is esetleg, hogy hát volt olyan, hogy a színészek, akik ott hátul ültek a hátsó sorban, azért rontottak bele, hogy még egyszer hallhassák. Igen. Tehát ilyen is volt, mert csibészkedtek. Igen, de annyira jó volt csinálni, igen. Hogy azért a kutya se haragudott. És amikor megnézed a rendezendő nyersanyagot, akkor beugrik, hogy ki az a színész, akit rá fogsz tenni? Vagy ez hogy nekem igen. Nekem igen. Hogyha nem, akkor azokat a részeket újra meg kell nézni. De hát ugye először akkor még úgy néztük a filmeket, hogy a dramaturg aláolvasta. Tehát ment az eredeti hang is, és a dramaturg pedig mikrofonba beolvasta a szöveget a megfelelő helyre, majd, hogy nem szinkronban, de nem kellett, hogy pontos legyen. És akkor már akkor kialakult nekem a szereposztás, ez mindig így szokott lenni a nagyobb, vagy olyan karakteresebb szerepeknél, hogy már tudom. És amikor szétszedtem tekercsekre, ugye tudjuk, ezek kicsi szakaszai a filmnek, akkor még ezt tisztázni tudtam magammal, hogy ki legyen. Hanem akkor még egyszer elővettem, és ezt úgy hívtuk, hogy Schleifni Kontroll, elővettem azt a tekercset, amiben az a szereplő volt, akivel nem boldogultam. Néztük együtt a hangmérnökkel és az asszisztenssel, és akkor jöttek az ötletek, és akkor megszületett a legjobb, persze. Sőt, nekem olyan elképzeléseim voltak, hogy ez a Cineartnak volt a beruházása, ez a sorozat, a Cinetár Miklós cégének,
És Szinetár tanár úr személyesen jött, és nézte meg az első részeket szöveggel. Szereposztásba is tett, be, igen, ugye? Szereposztásra. Amit én nem fogadtam el. Hoppá. Ő például olyat mondott, most már mondhatom, mert már a drága nincs közöttünk, hogy Sinkovics Imre legyen Lord Meldrum. És nekem az nem tetszett, mert az Imre férfi volt. Persze. Hát ez meg egy rozoga bácsi. Igen. És a drága Somogyvári Pali, aki egyébként mondjuk a második epizódtól kezdve ugyanolyan klasszul tudott szinkronizálni, mint bármelyik fiatal, egy kicsit döcögve indult, vagy a Bálint Gyuri bácsi, aki már akkor közelebb volt a 80-hoz, azt hiszem, és Tolnai Klári legyen, meg nem tudom, kiket mondott, még nem emlékszem mindenkire, de nagyon minőségi szereposztást szeretett volna. De azzal nem lett volna olyan ütős a poén nekem. Hát ezért van a szinkronrendező, mert ő hát ezt hallja. Az biztos. Így is minőségi szereposztás lett. Természetesen. Ugyanis ez így van. Csak nem olyan. És hát a Szinetár tanár úr hagyta. Szóval látta benne, hogy akkor itt... Ez a szereplőgárda akkor rutinosnak számított? Akikkel akkor dolgoztál? Nem mindenki. Bakó Márta például nem volt rutinos. Uh-huh. Az csak 80 volt. Igen, aztán de később is dolgoztam vele a hangos könyvet, akkor már 90 fölött volt. Olyan szépen magyarul nem sok színészünk tud, mint ahogyan ő tudott. És nagyon, nagyon gyorsan belejöttek, mert élvezték. Hát persze rutinosak is voltak, hát azért egy Hámori Ildikó, egy Konrád Antal, Benedek Miklós. És ti, Kati Péter, ti rutinosnak számítottatok már akkor? Hát akkor már igen. Nagyon, Kati biztosan. Akkor már igen, igen, akkor nagyon sokat dolgoztam. De Ági is, Szirtes Ági is. Igen, igen, igen. Igen. Tehát mennyire akkor... volt ez kockázat egy nem rutinos színésszel? Főleg aki Bakó Márta, akkor azért egy nagyon hát nagy színész. Hát ezt Beregi Petit. Az Alkut, azt te kezdted el? Persze. Az utolsó életem egyik legjobb. Életem egyik legjobb. Az a kis szörnyecske. Igen. Ez tényleg egy nagy siker. Igen, aki ki volt éhezve, hogy már csak porcicákat elvett, mert egyébként macska elve volt. Igen. Abban benne voltál, Kati? Nem. Ennyi. Szóval, hogy ez mennyire felvállalható egy szinkronrendező? Hát akkor én szenvedek. Igen. Én akkor szoktam szidni magam, de az eredmény engem szidni. De akkor volt rá idő. Igen. Tehát volt, hogy mondjam, persze kész kellett lenni, de türelmesek voltunk. Ezt azt tudtuk, persze, hogy ezt meg kell tanulni. Ez egy gyakorlati mesterség. Ezt muszáj gyakorolni ahhoz, hogy jól tudja valaki. Ezt nem lehet elméletben. Mi kell hozzá? Mi kell a jó szinkronhoz? Jó, na elmondom. A jobbomon ülő, ő az a korosztály, aki az előző korosztálytól átvette ezt a szakmát, és azért azok nagyon jó mesterek voltak, gondolom én. Hát hogy nem, Moldoványi József, Mohácsi Emil. De hát mint a még korábbi olyan, hát a Vast, meg a Nelt. Persze, hát, igen. Márkus Éva, Csákány Márta. Na most a következő van. Ez attól is volt jó hangulatú munka, ami itt az előbb elhangzott. Zorka nagyon határozott, tudja, hogy mit akar, és ez fontos, van humora, és tud fegyelmet tartani. Most ez a három együtt a jó szereposztáson túl megvan, azért nem sorolom tovább a jó tulajdonságait, mert ilyenkor Molnár Ferenc azt mondta, hogy olaj, ne olajozzunk! Na most én nem akarom tovább olajozni, de isteni vele dolgozni ettől, hogy jó kezekben vagy. Hogyha azt mondja, hogy ez a mondat, ez így rossz, ahogy elmondtad, akkor oda kell figyelni, hogy mi a jó. Nem? De. Légy szíves, te nagyon. Egy kicsit mondjál valamit. Igen. Én azért közbe kérdezek el. Igen. Csak már nagyon érdekel, hogy lehetett régen megtanulni a szinkronrendezést. Ez hogy? A szinkronrendezést? Igen. Úgyhogy asszisztáltunk nagy rendezők mellett. Én szinte mindenki mellett voltam, mert én gyártásvezetőként végeztem az Opakfin valamikor, ahova osztálytársammal együtt jártunk. Igen, igen. Abszolút. Csak ő nem gyártásvezető lett, hanem mozi üzemvezető. Mozi üzemvezető. Még ezt is tudod. Hogy tudnám, egy csoportba jártunk. Mozi üzemvezető. Ingyen jártam mozi. Igen. Azért vállaltam. És
És akkor én gyártásvezető lettem, nagyon sokáig tudtam figyelni, nagyon sokszor helyettesítettem másokat, ugye szabadságok idején ilyesmi volt, hogy egyszerre 7 stábom volt, amikor én azzal az egyen se boldogultam még kezdőként, hát majdnem belepusztultam, de hát így lehet sokat tanulni. És hogyha nem ért rá az asszisztens, vagy nem tudott jönni, mert a gyereke nem kelt fel időben, vagy bármi történhetett, akkor be kellett ülni és vinni a felvételt, mert ezért az asszisztens irányította a felvételt, közvetlen közelében a színészeknek, és a segítségükre is volt, hogy ezt mond lassabban, és így tovább. Akkor hátra szóltunk, hogy szerinted ez jól van hangsúlyozva, meg ilyeneket, és akkor meggondolta az esetleg nem odafigyelő, véletlenül, mert az, akkor azért odafigyeltünk, mert nem volt más dolgunk, a rendezőt, hogy visszahallgatjuk, és akkor azt mondjuk, ez tényleg necces egy kicsit, vegyük újra, tehát ez körülbelül ennyiből állt. És én nagyon sok rendező mellett dolgozhattam így. Nem beszélve például Bursi Katiról, aki kezdő rendező volt, és neki is én voltam a gyártásvezetője és rendezője, és tőle nagyon sokat lehetett tanulni. És ti könnyen azonosultatok a szerepeitekkel itt a Csengetett Milordba? Vagy kedveltétek, jó volt csinálni? Hát imád, gondolj olyan szerepekben nem voltam, ebben nem voltam olyan. Olyan. Ez minden. És mindenkit pofán csapott, én úgy érzem. Nem? Tehát mindenki a helyén volt. Én is úgy érzem. Katit nem is tudom, hogy hogyan választottam, mert addig mindig a gyönyörű, muzsikáló hangjára, igazi női szerepekre szerettem hívni. Igen. De meg is jegyezted, hogy te engem mindig nőkre hívsz. De ez nagyon a hangod, hát gyönyörű hangod van, és barátságos, és kellemes, és muzsikál. És akkor jött ez a figura, és nem nagyon tudtam, hogy mit kezdjek vele, de a Katit humoránál fogva is nagyon, nagyon szerettem volna. És akkor jött Szirtes Ági, akiben viszont halálosan biztos voltam, hogy katonásnak kell lennie, hát olyan volt a figura. Na és akkor erre Kati találta ki magának az ellentétjét hangban. Igen, igen, meglátjuk ezt. És ezzel nagyon nagy segítség. És a szexualitásban is természetesen. Hát Wilson kapitány, én nem tudom, véletlenül kerültem én ebbe bele, nem tudom az Orkának, hogy jutottam az eszébe, mert hogy az egyetlen olyan katona voltam, most ez jó, hogy ez rendőr volt, az egyetlen olyan katona voltam Cegléden, a tüzéreknek itt alkalmatlaság miatt ki akartak dobni, szó szerint. És másfél év után ki is rúgtak. Mert az egy rövid történet, tudnátok kell azt, hogy amikor a hadsereg kivonul, riadó van, akkor úgy vonulnak ki, hogy nem biztos, hogy valaha visszatérnek ugyanabba a laktanyába, mert hiszen a háború, meg ez is valami történt. Na most, ilyen műszaki dolgokon és fegyvereken kívül kulturális cikkeket is vinni kellett, és én kultúros voltam. És ott álltam éjjel 1:30-kor egy nagy bőgő mellett, és nem jött értem a kocsi, meg a könyvek, és képzeljétek el, hogy elaludtam állva a bőgőn, és a Bohunka ezredes, a Magyar Honvédség egyik ezredese, aki a tüzér főnök volt, az ébresztett föl a nagy bőgőn. És ezért még az ezred parancsnok is fegyelmet kapott, hogy egy ilyen állatok küldtek oda, aki alszik a nagy bőgőn, miközben a több. Na szóval, nem tudom, hogy ebben a rendőrben hogy kerültem bele. Hát ez egy ilyen rendőr volt, egy ilyen te katonának. Aztán gondolkoztam, az ennyi lejmódta, hogy nem, de nem, nagyon nem, szerettem. Én nagyon megmondom, hogy kerültél bele. Én. A te hangodban annyi szatíra van. Hoppá! Már így, ahogy megszólalsz, és azt mondod, hogy szervusz. Szervusz. Már jó. Már. És egyszer egy kosztümös, valamilyen klasszikus regényfeldolgozásba hívtál a komoly szerepre. Igen. És akkor nagyon kikaptam tőled, és azt mondta, hogy miért nem mindig ilyenekre hívsz engem, ezt mondtad. Igen. És nem volt több. Mert mindig azt szeretné, amit. És pedig ő azt szerette volna. De a szatíra az önmagában a hangjában van. Ezeket kell meghallani a rendezőnek. Én megemlálom, ugye tudom, olaj, de az Orka azért néha, ugye az emberek van egy alaphangja, amivel dolgok. Hát úgy létezik.
És a Zorka az, aki mindig kitalált, tehát meghallotta a, mondjuk az én hangomban, hogy ebben van más is. Uh-huh. Vagy az előbb beszélgettünk innen a Popeyről. Hát az olív az üvegvágó. Szóval, és mégis, és valahol mennyire élveztük, és mennyire úgy gondolom, igen, hogy jól sikerült. De mondjuk az első, akkor jöttek be ezek a hosszú szappanoperák, amikor én kezdtem ezt a pályát, úgy néhány évvel később, és akkor a Zorka azt mondta, hogy jött egy hosszú-hosszú sorozat, és abban találtam, a főcímben benne volt a figura. És hát nagyon boldog voltam, és a Zorka mondta, hogy jaj, benne van a nő. Ez egy nő volt, tehát ez nem volt különleges, igen, de azt hiszem a második részben, nem tudom mennyire emlékszel, elvarázsolták, és megnémult. Jaj. És ez volt az első szappanoperás. Nem emlékszem. És annyira rögtük, de végig benne volt, csak nyögött. Meg tehát ilyen furcsa, aha, elvarázsolt hangokat adott ki a nő, és nem beszélt. Azt hiszem a legutolsó részben visszavarázsolták. Igen? Igen. És akkor még egy fáma. És akkor még ott már rögtünk. De erre nagyon emlékszem. Ibike, hát velem ez az én történetem. Egy az egyben, tudod. A Holgerssonnak, mi volt az a Nils, ja, Holgersson és igen, a vadludak. Volt igen egy ilyen. Ja, igen. Jaj, és akkor rámosztotta Ibike, Várai Ibike rámosztotta a kecskét. Ami egy, azt mondta, ez egy nagyon jó szerep, és ő úgy látta, hogy végigmegy a filmen, a 130... És a recsegő hangot. Recsegő hang, meg, minden. A lényeg az, hogy rögtön azzal mentem haza, hogy a nyári nyaralás azért most úgy néz ki, hogy rendben van, a 120 részponti vége van, mint a május végén. És képzeljétek el, hogy lement 22 tekercs, és minden tekercsnél halálra dicsért Ibike, hogy át, így nem megek senki, és egy, még ahogy ugrik a szírt, ami... Jött a 22. és összecsuklottam a mikrofonot, ugyanis jöttek a gidák szopni. Kiderült, ez egy nőstény, és hát a leváltás szinte természetes volt. És újra vettek 22 tekercet. Szóval ezek igen. Akkor jöttek a gidák. Jelen pillanatban dolgoztok-e ebben a szakmában? Hát én igen, éppen. Én nyugdíjas vagyok, én nem. Én is nyugdíjas vagyok, ne haragudj. Én is nyugdíjas igen vagyok. Igen. De aktívan szinkronizáltok. Nem, igen. Én nem. Én most megmondom őszintén, én úgy döntöttem, pontosan ezek a 3,5 négyzetméteres stúdiók, azon kívül utoljára, azt hiszem, 6 ember vagy 7 ember jött ki, ezek olyan tömegezés címszó alatt ebből a, majdnem mondtam, hogy milyen méretű stúdióból, és akkor azt mondtam, hogy ez lehetetlen úgy kifertőtleníteni, nem félek. Hozzáteszem, aki fél, az biztos megkapja ezt a borzalmat, de azt mondtam, hogy most nekem ez nem éri meg. És éppen tegnap előtt ki kellett mennem, mert beragadt nekem ott az egyik mesefilmbe 16 tekercs, és könyörögtek, és kimentem, és ott minden volt, fertőtlenítés és egyebek. Van, aki otthonról tud például, akinek jó stúdió van otthon, úgyhogy az megoldja, azon kívül mindenki viszi minimum a fülesét, hogy ne ugyanazt rakja föl, mint az előtte szóló. De én amikor összehívtam a családomat, hogy erről is ejtsük néhány szót, nem öröm, de elmondom, akkor azt kérdeztem a gyerekeimtől, a feleségem, szerintetek ki az, aki nem kapja meg? És akkor mindenféle hülyeséget soroltak fel, mondom, nem. Az nem kapja meg, akinek szerencséje van. Ezt nem lehet kivédeni. Visszakapsz a közérbe 36 forintot, kérlek szépen, és azt apróba adják, azok bármelyikkel lehet vírus, hogy mondjak egy közelebbit, és nem mondok. Szóval a lényeg az, hogy ezért én felfüggesztettem. Nem éri meg. De nem szeretek, akkor folytatod. Igen, persze. Tessék? Hát világos, alig válasz. Ha hívnak. Hát igen, ez igen, milyen okos ez a nő itt mellett. Háromszor visszamondasz valamit, nehezen hívnak újra. Nem. Most ez egy más történet. De én most aktív nem. Idősödő férfi hang alig van. Én azt tapasztalom. Vagy kihalt, vagy halófélbe. Nem, tehát nagyon... Hogy visszamondták, ugye? Igen, hogy nem igen szeretnek, meg, nem, hát nem akarnak. Fogytán is. Fogytán van, szóval nehéz. Szerintem nagyon nehéz ki. Hát öregszünk, de még nem öregedtünk át, mondjuk. A hangod neked abszolút. Hát nem. Hát de. Nem, a hangod nem.
Ne. Hát jó, nem öreg. Tud ilyet csak, is olyat csak is. Jó, te meg már csak olyat. Már olyat se. De érdekes, mert ugye a Katit hallgattam, ugye, ahogy vágtuk az anyagot, és most hallgatlak, és én nem fedezem se. Á, sem. Nagyon jó. Ugyanúgy tudnál Rikát csinálni azt. Én úgy gondolom, hogy a Popit igen. Igen, a Popit, igen, azt nagyon szeretsz azt a Popit. Hát azt nagyon, érezni. Nagyon, hogy mondjam, hosszú-hosszú évek alatt azért, amit az ember végigcsinált, nagyon nincs olyan sok olyan munka, pedig sokat szinkronizálunk, amit fel tudok sorolni. Ezt pont akartam is kérdezni, ugye? Hogy mert ez köztük nagyon sokat dolgozunk, meg nagyon, meg persze, kéne, fantasztikus. Meg de a Csengetett Milord az első az helyeken ott van. Ahogy megcsináltam annak idején a Natalie Woodot a West Side Story-ban, főiskolásként. Tehát van egy-két olyan, amire az ember azt mondja, hogy de én azt megcsináltam. Hogy az nagyszerű volt, azt imádtam. Na, egy mondat még visszatérve erre a Milordra. Itt mindenki jó volt. De komolyan mondom, hát most a Verebé jutott az eszembe, hogy milyen szenzációs, a pizsába, isteni. Milyen volt a színészekkel találkozni, mert hogy volt egy ilyen alkalom is, amikor ők ide látogattak, találkozom. Nagyon jó. Öten jöttek el az eredeti csapatból, és amikor mindennyiunkat felszólított a műsorvezetője, aki egyébként korhűen popis ruhában vezette le a műsort, nagyon, nagyon bájos volt és csinos volt, akkor mindannyiunkat felszólított, mindenki hozzászólt valamit, igyekeztünk valamilyen vicces történetet, igen. Péter elmondta a kecskéjét és egyebeket is, és a végére hagyta a Konrád Antalt, Mr. 12-Triest. És akkor Tony leült, jobb oldalon kinyílt egy ajtó, és megjelent a 30 évvel idősebb Mr. 12-Triest, a csíkos, főső, elhozta a jelmezőjában, én is, úgy bőgtem, hogy csuda, és behozott egy tálca pezsgőt, és letette a Tony elé. Fantasztikus volt, fantasztikusak voltak, igen. Az igen. És igen. Még egy utolsó kérdés, mert igen. Az időn sajnos elfogyott, hogy nem, én szeretném, hogyha egy kicsit, ugye látom, hogy nosztalgiával, boldog nosztalgiával gondoltok vissza, nem csak erre a sorozatra, hanem a régi szinkronizálásra, amikor még volt időnk. Igen. 80 négyzetméteres stúdió. Volt terünk. Hát, igen. És hogy mi az az egy dolog, amit most visszahoznátok onnan, a rég múltból ide? Az időt. Hogy legyen idő arra, hogy az ember minőségi munkát végezzen. Uh-huh. Szerintem ez nagyon hajszolva érzem magam. Igen. Nagyon sokszor, amikor szeretném nagyon jól megcsinálni, és mégis hajszolva érzem magam. Én a büfét. Megmondom, mert komolyan mondom. Nyilván nem a szendvics miatt. Ha bementem 3 tekercsre, amivel itt nyilván végeztem, akkor nem tudtam hazamenni még másfél órát, mert annyira jó volt. A Pannonia büfére. Tehát a társaság életet, a hangulatot, az egész, és volt egyeztetés, és meg tudtál beszélni mindent a csajokkal ott az egyeztetőben, hogy mikor, hol, és próbálok, nem, mind figyeltek az emberre ilyen szempontból is, minden nap egyeztették a nevemet adott eset. Szóval ezek, és arról az is fantasztikus, hogy olyan emberek mellé állhattam, mint a Mádi Szabó Gábor, aki ránézett a papírra, Isten bizony, ez hihetetlen, és letette. És elmondott egy oldalnyi szöveget. És azt mondta, hogy Gabi bácsi, hát hogy tudja megjegyezni, és azt mondta, hogy hát hogy tudnám szinkronizálni, ha nem őt nézném, hanem a papír. Ilyen igaza van. És igaza volt, igen. Igen, és ma már timecode-ot néznek, ahelyett, hogy a szájuk. Már az egy nagy dolog, ha valaki a szájuk. Pedig nem nagyon látjuk a szájukat, a sok felirat. Hát a rengeteg feliraton. Igen, na szóval. Ami nekem hiányzik, vagy aki, az a kollégák. Mind. Igen. Hát most egy kicsit visszahoztunk. Most egy kicsit. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én köszönöm nektek most akkor személyesen, ha még belefér, hogy együtt lehettem ezzel a két csoda csajjal. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Mi most búcsúzunk, de 2 hét múlva újra találkozunk, az még
talán számunkra is meglepetés, hogy mivel, de jönni fogunk, és a szinkronról mindent itt megtudhatnak. Köszönjük is. Szépen! Is. Viszontlátásra! Köszönjük, köszönjük viszontlátásra. Szépen! Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.